Laci, amikor José Szilva évtizedekkel ezelőtt kidolgozta ezt a módszert, a gyerekekre fókuszált, vagy inkább a felnőttekre, vagy a kettőre együtt, esetleg a gyerekekkel való foglalkozás, legalábbis agykontrollos megközelítésben, az később lett a módszer része. Hogy alakult ez? Abszolút kulcs szerepet játszott a módszer kialakulásában a gyerek. Ugyanis José Szilva a legnagyobb lánya, Isabel, hát jó eszű gyerek volt, de gyengén ment a tanulás neki. Rossz jegyeket hozott haza, és ez volt az egyetlen ok, ami miatt José Szilva, ez az egyébként elektroműszerész, texasi elektroműszerész, elkezdett foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy hogyan lehetne hatékonyabban tanulni. És ő rengeteg tudományos könyvet olvasott el, és sőt csak olyant olvasott tudományos könyveket, ez volt a hobbija, és olvasta, hogy az agy termel elektromos áramot, ami EEG-vel agyhullámok formájában regisztrálható. És azt is megtanult ezekből a tudományos könyvekből, hogy ébrenlét alvás határán termeli az agy a legtöbb alfa agyhullámot, aminek a legnagyobb a feszültsége. És józan paraszt észre úgy okoskodott elektroműszerészként, hogy hát gondolom, hogy a legerősebb áram fejti ki a legintenzívebb hatást az agysejtek, agysejtekre, próbáljuk meg. És a lányával azt játszott a gyerek, a kislányom, hogy csukd be a szemed, tetőtől talpig ellazított, és amikor ilyen alvás közeli állapotba került, tehát sok alfa agyhullámot generált az agya, akkor olvasta fel neki a megjegyzendő tananyagot. És a gyerek ragyogóan megjegyezte. És végre elkezdett jó jegyeket hozni az iskolába. Erre a szomszédok is kérték, hogy hát az én gyerekemmel is foglalkozom, és a gyerekekkel foglalkozom. És egyszer teljesen véletlenül, amikor Isabel lányával foglalkozott, akkor arra gondolt, hogy na, most más sorrendben kérdezem ki a kislányomtól az anyagot, mint ahogy a könyvben van. És mielőtt elkezdte volna kérdezni, a lánya magától abban a sorrendben mondta föl a tananyagot, ahogy José Szilva gondolta, hogy kikérdezi. És teljesen ledöbbent hozzá, hogy mi van, olvas a gondolataimban? Vagy mi ez? Számos korrekt tudományos kísérlet is bizonyítja, hogy Carl Jungnak igaza volt, valóban létezik egy kollektív tudattalan, más szóval közös tudatalatti. Tehát az emberi tudás az közkincs. Az a tudás, amit te tudsz, amit Maxim tud, amit én tudok, az valahol bekerül egy mondjuk így idézőben egy hatalmas adattárba, kompjúterbe, és onnan le lehet hívni információt. Ezt ma már számtalan kísérlet bizonyítja. A legegyszerűbb, egyik legegyszerűbb módszer, hogyha megtanulsz úgy elazulni, hogy nem alszol el, tehát meg tudsz állni ébrenlét és alvás határán, ezt tanítja az agykontroll. És például, ahogy Maxima konkrét példájában fölolvasta, egy tévét oda magad elé képzelsz, fölteszed a kérdést, és megnézed, hogy mi jelenik meg. Ez csak egy szimbolikus megjelenési módszer. Ugyanúgy használjuk például az úgynevezett tanácsadókat, ami egyes embereknek böki a csőrét, hogy mi ez, hogy mitten szellemeket idézünk meg. Szó nincs róla. Megszemélyesítjük a tudatalattit, ezt a bölcsrészt, amelyik kapcsolatban áll az összemberi tudással. Miért személyesítjük meg? Azért, mert az életben nagyon sokszor embertől kérdezünk információt. Számomra többek között például az agykontroll a célokról szól. Arról, hogy hogyan, milyen eszközöket tudok hozzárendelni egy adott dolog eléréséhez. És a gyerekek ezeket az eszközöket kapják meg, tanulják meg, használni, kezelni. Az előbb, ha már a félelemről, aggódásról volt szó, egy két soros sikertörténet, az anyu, táncos Szilvia írja Barbara lányáról, azt írja, Barbara mindhárom fél évi felmérője ötös lett, és ebből 200%-os. Dumás, de szerepelni sosem mert. Most versmondó versenyre készül, és utána készülünk a prózamondóra is. Tehát megtörténik a változás. Igazából a pedagógusi énedre kérdeznék rá akkor, illetve annak tapasztalataira, amikor is ugye az ember nagyjából sejti, hogy ha valaki agykontroll tanfolyamra megy, felnőtt emberként, akkor az ugye eldöntötte magába, hogy valamiféle kíváncsiság hajtja, vagy egy gyógyulási szándék, vagy egy életjobbítási szándék. Tehát, hogy van egy oka annak, hogy elmegy. De azért azt gondolom, hogy a gyerekek esetében jellemzően a mondjuk jó tapasztalatokkal rendelkező szülők, vagy a kíváncsi szülők, vagy a gyerek tanulását javítani szándékozó, megint csak azt mondom, szülők, esetleg pedagógusok iratják be erre a bizonyos tanfolyamra. Egy gyermek esetében mennyire, mert mondjuk a gyerek az ugye rakoncátlan, meg csintalan, meg nehezen fókuszálható sok esetben, vannak problémás gyerekek, úgymond, mennyire tudod őket
megragadni egy tanfolyamon, és milyen eszközökkel próbálod? Mert, mint mondtam, egy felnőtt tudja, miért van ott, egy gyerek már nem biztos, hogy olyan szándékkal és olyan jelenléti érzettel van, mint mondjuk egy felnőtt. Hadd válaszoljak egy történettel. Egy nagymama hozta el az unokáját, és egész idő alatt az unokáját figyelte, hogy miért nem figyel, miért nem csinálja azt, amit a többiek csinálnak, mert hogy ő firkálgatott, rajzolgatott, és másnap a reggel azzal kezdte, hogy Maxim, ne haragudj, szeretnék bocsánatot kérni. Én meg nem értettem, mert hogy fogalmam sem volt. Azt mondja, képzeld el, az unokám az autóban hazafelé elmesélte nekem, hogy mi volt a tanfolyamon. Mert amikor egy felnőtt leül figyelni, akkor másként figyel. A szülők, felnőttek, nagypapák, nagymamák, azok mást várnak a gyerekektől, hogy másként üzemeljenek. Azt várják tőle, hogy nézd a tanárodat, hallgass, figyelj, ne lógasd a lábad, stb. A gyerek másként, nem tudok más szót használni egyelőre, így működik, hogy ő közben nézeget, kifelé ábrándozik, miközben van itt nálam néhány sikertörténet, arról szól, hogy a felnőttek ábrándozva megengedték, hogy megjön az információ megfelelő helyen. Tehát megvannak a játékaink, megvannak a dalaink, megvannak a mozgásaink, megvannak a kulcs történeteink, amire fölcsillan a szeme, hogy ja, akkor én is akarom. Ha neki ment, akkor nekem is fog menni. Neki sikerült, akkor nekem is fog sikerülni. Azt tenném hozzá, hogy felnőttnél is, gyereknél is egy hasznos módszert, ami föllelkesíti, akkor fogják használni, hogyha nagy bajba kerülnek, ez az egyik ösztönzés, és ez, sajnos ez a gyakoribb ösztönzés, vagy ha megértik, hogy úristen, mi mindent lehet elérni ennek a birtokában. Tehát vagy azért használsz valami önsegítő módszert, mert nagy bajban vagy, és ki akarsz mászni a gödrödből, vagy pedig olyan példákat látsz magad előtt, hogy hú, ő képes arra, ezt én is akarom, ez nekem is kell, ez szenzációs.